Sziasztok és üdvújj a csatornán! Nagyon régen mondtam ezt utoljára, és azért is vagyok most itt, hogy ezt elmagyarázzam nektek, hogy miért nem volt 2 hónapig videó, illetve hogy mivel foglalatoskodtam mostanában. Na hát igen, 2 hónapra eltűntem minden a YouTube-ról, ez sajnos azért volt, mert nem volt időm a csatornára, volt rengeteg videóm előre felvéve, viszont nem akartam őket megvágni, mert nem voltam elégedett a videók minőségével, és azért úgy döntöttem, hogy egy időre akkor ezt parkolópályára teszem, még összeszedem magam. Hát most sem a legjobb még a dolog, lesz majd ez jobb is, viszont most már úgy érzem, hogy újra bele tudok vágni, meg van is hozzá motivációm az olvasáshoz is. Viszont azért lettem most újra ennyire motivált, ugyanis eddig albérletben laktam, ott viszont nem volt alkalmas a hely arra, hogy videózzak, mert oldalra jött a fény, eléggé későn értem haza, fáradt voltam, nem volt rá motivációm. Most viszont visszaköltöztem a koliba, ahol tök jók a fények egész nap, pont egy olyan oldalon lakok, ahonnan áramlik be egész nap a napfény, és nagyon szépek a fények, tök jó a háttér is, majd hogyha berendezem, természetesen még ezért eléggé kopár, mert ezen a héten költöztem be, viszont egy kicsit így visszajött a kedvem ahhoz, hogy videózzak, ugyanis mindig hétvégére hagytam a videózást, amikor pihenni akartam, mert hát valljuk be, azért tévénél dolgozom, mozgóképes vagyok, ami eléggé sok kreatív dolgot igényel, illetve nagyon sokat ülök gép előtt, egyszerűen nem volt kedvem a szabadidőmben is vágni, amikor alapból az az egyik dolgom néha, hogy vágjak, meg anyagokat szerkesztek, szóval teljesen elment ettől a kedvem, hogy még a szabadidőben is ezzel foglalkozzak. Viszont most, ahogy jött a tavasz, úgy éreztem, hogy most itt van az ideje annak, hogy a YouTube csatornámat is kicsit felpörgessem, mert egyébként szeretem csinálni, viszont mostanában tényleg nem volt rá semmi motivációm, hogy ideüljek, elkezdjem csinálni a videókat, utána megvágjam, de most egy kicsit úgy érzem, hogy felélettem, és hát várom újra, hogy videókat gyárthassak nektek. Viszont azért nem hanyagoltam annyira a könyves tartalomgyártást, ugyanis Szisivel létrehoztunk egy könyvklubot, az Eszterházi Bookcastet, amit már valószínűleg, hogyha követtek Instagramon, akkor láthattatok, mert mostanában eléggé szoktam az arcotokba tolni, hogy itt van ez a könyvklub, gyertek és olvassatok velünk. Annyit kell tudni erről a könyvklubról, hogy 3 hónapos ciklusokat állítottunk fel magunknak, a tavaszi, a nyári, az őszi, a téli lesz majd, és már tavaszi könyveinket már el is kezdtük olvasni, nyilván mivel tavasz van. Hát igen, még nem szoktam vissza annyira a kamerához beszéléshez. Szóval a tavaszi könyveinket már elkezdtük olvasni, az elsőről már fent is van a kibeszélő adás az Eszterházi Podcast a Spotify oldalán, majd mindent megtaláltok, minden linket a leírásban. És egyébként a könyvklubhoz készítettünk moly.hu-n egy kihívást is, ahol, hogyha elolvassátok a könyveket, akkor meg tudjátok kapni érte a plecsnit. Van egy olvasózóránk is, ahhoz is szerintem érdemes csatlakozni, mert mostantól ott is próbálunk majd aktívabbak lenni. Na de térjünk egy kicsit vissza a könyvekre, az első 3 könyvet már ugye kiválasztottuk, már láthatjátok is a kihívásban, illetve Instagramon is állandóan toljuk, hogy mik ezek a könyvek. Az első közös könyv a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódik. Ez Elena Ferrante Brilliáns barátnőm című kötete lett, ugyanis 2 barátnőről szól, amit már a cím is elárul nekünk, Liláról és Elenáról, 2 nagyszerű karakter, viszont most nem szeretnék bővebben beszélni a könyvekről, mert hát erről már fent is van a kibeszélő adás, amit majd lentre kattintva a leírásban megtaláltok. Egyébként egy ilyen 30 perces beszélgetés lett Sissivel, de egyébként szerintem tök érdekes lett ahhoz képest, hogy az első volt, egy kicsit összeszedetlen lett, de már nagyjából megvan a koncepció, hogy hogy szeretném folytatni. Hát 30 perc viszont nem csak a könyvről beszéltünk, hanem a témákat is feldolgoztuk, amik benne vannak a könyvben, illetve személyes történeteket is elmeséltünk, szóval szerintem mindenképpen hallgassátok meg, mert ahhoz képest, hogy az első lett, tök jó lett, és már az április havi könyvet is elkezdtem olvasni, ami David Attenborough-tól az Egy élet a bolygónkon című kötet. Áprilisban van a Föld napja, ami kapcsán választottuk David Attenborough könyvét, ugyanis Attenborough nekem már teljesen összenőtt a természettel, ezért nyilván ezt a könyvet választottuk, meg hát azért David Attenborough könyve szerintem sok embert érdekel, ugyanis láttuk a rengeteg természetfilmet, amit ő készített, és hát az ő szerkesztésében készült. Én nagyon imádom David Attenborough filmjeit, nagyon látványosabb, nagyon informatívabb, és könyvformájában is eléggé érdekes, ugyanis már elkezdtem olvasni. 70 oldalt már elolvastam benne, és eszméletlen, ahogy összefoglalja, hogy mi zajlik jelenleg a világunkban. Én nagyon ajánlom nektek, és azt is ajánlom, hogy majd hallgassátok meg a kibeszélő műsorunkat, ugyanis minden
hónapban próbálunk bevonni egy könyves tartalomgyártót is. A Brilliáns barátnőm kapcsán Edmond ajánlotta a könyvet, áprilisban pedig Matilda fogja majd. Én már hallottam Matilda ajánlóját, és szerintem nagyon jó lett. Ilyen egy-két perces ajánlókról van szó, de szerintem tökre felkelti az érdeklődést, illetve azért színesíti a műsort. Szeretnénk, hogyha minél színesebb és tartalmasabbak lennének ezek a podcastek, ezért titeket is szeretnénk majd bevonni idővel. Ami, hogyha érdekel titeket, hogy benne lehessetek ebbe az adásba, akkor mindenképpen a moly.hu zónánkhoz csatlakozzatok, mert ott fogunk majd veletek erről kommunikálni. És most térjünk vissza kicsit a könyvekre, ugyanis hatalmas nagy büszkeségem az, hogy a kiadók is együtt dolgoznak velünk. Megkerestem már két kiadót is, ezzel kapcsolatban is mind a ketten rábólintottak, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy ennyire támogatóak velünk kapcsolatban. A Brilliáns barátnőmből kaptunk egy darabot, amit a nyertes már meg is kaphatott. Ezt még saját magunknak vettük, ugyanis később kerestem meg a kiadót, viszont mondták, hogy felajánlanak szívesen ebből is, amennyi példányra szükségünk van. A David Attenborough könyvből pedig hármat kaptunk, egyet én, egyet Sissi, egyet pedig a nyereményjáték nyertese, már megkapták mindketten, és szerintem ez egy hatalmas nagy plusz dolog, hogy a kiadók is ennyire támogatóak velünk kapcsolatban. A harmadik könyvünk pedig tavasz kapcsán Péterfi Novák Évának az Egyasszony című könyve, ami az anyák napjához kapcsolódik. Abból is már kaptunk a Libri kiadótól egyet, amit majd ki fogunk sorsolni a nyereményjáték győztesénél. Köszönöm egyébként a Park kiadónak is, és a Libri kiadónak is, támogatnak minket. Számomra ez tényleg egy hatalmas nagy dolog, hogy a kiadók ennyire együttműködnek velünk, és tényleg köszönöm, és remélem, hogy a továbbiakban is jó lesz ez az együttműködés, és tetszenek a tartalmaink. És ha már itt tartunk, akkor szeretném nektek beharangozni, hogy nem sokára a nyári kihívás is el fog készülni, már júniusra és júliusra megvan a témánk. A júniusi a Zene világnapja lesz, amihez a Zongoristák című könyvet választottuk, ami egy második világháborús könyv. Én a filmet már láttam belőle, hát eszméletlen, az egyik kedvenc filmem, Oscar-díjas alkotás egyébként, már alig várom, hogy elolvashassam a könyvet. A júliusi témánk pedig Hemingwayhez kapcsolódik, ugyanis 60 éve lesz, hogy meghalt Hemingway, és ezért a Búcsú a fegyverektől című könyvet fogjuk tőle elolvasni. Az augusztusi témánk viszont még nincsen meg, még nem találtuk meg a tökéleteset, ami érdekelt mindkettőnket. Szóval, ha esetleg van valami ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, Instagramon, bárkinek, írjátok meg nekünk, hogy tudjuk, mert egyszerűen szólít az idő, és még nem találtuk ki, mi legyen az augusztusi olvasmány, pedig már itt lenne az ideje végre megtalálni. És szeretnélek titeket buzdítani arra, hogy olvassatok velünk, mert kaphatok egy moly.hu-s plecsnit, illetve kövessétek be az Eszterházi Podcastnek az Instagram oldalát, mert oda szoktunk posztolni a Bookcast-tel kapcsolatban. A nyereményjátékokra is ott tudtok jelentkezni, szerintem mindenképpen megéri. Május elején ki fog majd kerülni a Péterfi Novák Éva könyvről is a nyereményjáték, szóval biztatlak titeket arra, hogy jelentkezzetek, és kövessétek az oldalt, hallgassátok meg a podcastet, és ha már itt járunk, akkor iratkozzatok fel a csatornámra is, mert mostantól próbálok majd tartalmasabb videókat hozni és egyre sűrűbben jelentkezni. Remélem, hogy a mostani helyzet ezt majd megengedhetővé teszi, és egyre többet tudunk majd találkozni. Éppen hívnak, pedig már csak két mondatot kellett volna elmondani, Pil. Na, vissza is tértem, viszont fogalmam sincs, hogy hol jártam, szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk legközelebb is, sziasztok! Ennyire jöttem vissza egyébként, hogy elmondjam ezt a három szót, de... Ez most nagyon kínos, na mindegy, sziasztok!